Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntjük kedves nézőinket! Itt vagyunk február 2. vasárnapján, ami a családoknak a napja, és ezért is nagyon boldog vagyok, hogy én az családok napján az én kis családommal, a második családommal itt lehetek, és egy szép műsort adhatok önöknek. Opera csillagaink, ez a mi mottónk, de mindent hozunk, ami szép, ami zene. Lesz opera, operett, sőt, még egész különleges számok is lesznek, mondjuk úgy, hogy Tom Jones számok, mondhatom így. Elsőként hadd köszöntsem szeretettel állandó zongora kísérünket, Hegedűs Valért, akiről el kell mondjam, megtapsoljuk, mert megérdemli. El kell mondjam, hogy ma reggel a rádióban, a Dankó rádióban hallottam beszélni és zongorázni, mégpedig abból az apropóból, hogy ma 100 éve született Besenyei Ferenc. És nagyon gyönyörűen beszélt Hegedűs Valérról, elmondta, hogy Hegedűs Valérnak a mindene a muzsika és az embereknek a szórakoztatása, hogy boldogságot szerezzen az embereknek. Nagyon büszke voltam, hogy a mi műsorunkat is ő kíséri állandóan. Elsőként szeretnék énekelni önöknek egy nagyon szép pergolézi darabból, az Úrhatnám szolgálóból egy aranyos áriát, ez a Szerpinának az áriája. El kell meséljem, hogy Bihari Tóth Zsuzsa műsorában már itt voltam, és beszéltünk róla, hogy a Hiltonban, a Dominikánus udvarban 7-8 éven keresztül játszottuk ezt a fantasztikus pergolézi darabot, Seregi László rendezte, az Operett Színháza Seregi László. Imádtuk, olyan kollégákkal dolgoztunk, hogy Gáti István, Rozsos István, és azóta is ahányszor eszünkbe jut, mindig boldogsággal tölt el, hogy egy ilyen nagyszerű estét rendezhettünk a Hilton Dominikánus udvarában. Tehát most fogadjanak szeretettel tőlem egy áriát, pergolézi Úrhatnám szolgálójából, Szerpina áriája következik. Csak néha majd ez ében,
Köszönöm szépen a tapsokat, nagyon lelkes közönségem van, mert hogy itt körülöttem ülnek a növendékek, akik mindjárt be is fognak mutatkozni. Most pedig egy nagyon szép Mozart-ária következik, olyan kis növendék következik, aki már itt volt múltkor, Sütöri Ágnes, aki a Weiner Konzervatóriumban most fog végezni nálam, mint növendék. Fogadjátok szeretettel, fogadják a kedves nézők szeretettel. Sütöri Ágnes Mozart, Figaro házasságából Asszonyok, lányok című dalát, én áriáját énekli, olasz nyelven. Kedves nadrág szerep, a kerubin szerepe. Nagyon jól mutatna nadrágban is, hogyha Ági ezt énekelné, mert akkor igazi fiúnak láthatnánk. Most pedig Hegedűs Iván következik, aki már szintén volt itt az Opera csillagainkban, és megkérem, hogy fáradjon oda a mikrofonhoz. Verdi Simone Boccanegra című operájából fogja énekelni Fiesco áriáját. Kedves Iván, mondjál nekünk két mondatot erről az áriáról. Hát Fiesco egy idős patrícius, akinek van egy lánya és van egy unokája, aki tulajdonképpen a címszerepet viselő Simone Boccanegra
volt kalóztól Dózse szerepében született, tehát ez is egy ilyen családi jellegű dolog. És hát utána Maria, a Simone Boccanegra lánya meghal, utána áttűn, és 25 évvel később, és a végén kiderül tulajdonképpen, hogy az a lány, akit nevelt, tulajdonképpen az unokája, tehát egy ilyen kicsit bonyolult történet, de ilyen érdekes, tehát valamilyen módon a családhoz és az áriában pedig arról énekel, hogy milyen álnok az áruló, aki megbestelenítette a lányát, és még Szűz Mária ellen is fordul, de utána végül egy gyönyörű szép imával zárja le ezt az áriát, ami a prológusában szerepel ennek az operának. Hát halljuk.
emlékszem, az Erkel Színházban mutatta ezt a darabot be annak idején az Operaház, és úgy emlékszem, hogy lányom a mennyben mondj imát, én bűnös lelkemért, ez volt a magyar szövege neki. Most pedig ismét Sütöri Ágnes következik, mégpedig tudjuk, hogy Verdi gyönyörű operákat írt, de rengeteg szép dalt is énekelt. Mindjárt egyet fog énekelni nekünk Sütöri Ágnes, gyere Ágikám! A címe pedig... Tulajdonképpen egy könyörgés volt, amiről ő énekelt. Valaki ért könyörgött. Most pedig egy nagyon kedves operámból, a Bohém életből fogok énekelni. Az a szerencsés helyzetben voltam, hogy én Müzettet énekeltem, de mivel imádtam mindig a Mimit, ezért úgy gondoltam, hogy most önöknek eléneklem én itt a Mimi áriát. Elérnek, élek abból.
Nagyon szépen köszönöm a tapsokat, igazán aranyos a csapatom, és nem akarok senkit zavarni a munkájában, de most viszont következik egy fantasztikus magyar daljátékból egy részlet. Kacso Pongrácz János vitéze, mindenki nagyon tudja, hogy ezek azok a darabok, amivel a közönséget, a gyerekeket meg lehet szeretetni, az operát, a daljátékokat. Farkas Tamás, aki a házi énekversenynek bizony második helyezettje volt, és azóta is nagyon sok koncerten énekel, fogja előadni nekünk Jancsi belépőjét. Darab, amit életemben sokszor eljátszottam, és olyan szerencsém volt, hogy hol Illuskát, hol pedig a királylányt alakítottam benne, és mindig, amikor az egyiket játszottam, a másikra vágytam. De ígérem önöknek, hogy a következő műsorunkban nekem annyi sok Illuskám és francia királylányom lesz, hogy el fogják énekelni mind a két dalt, amik van gyönyörűen megírva Kacso Pongrácz által. Most pedig ismét egy Verdi dal következik, mégpedig az Il Poveretto, ez egy szegény katonáról szól, jól tudom, ugye, Ágika? Egy szegény katonának a sorsáról fog most énekelni Sütöri Ágnes. Thank you.
Mint ahogy mondottam, ma van a családok napja, és erről szeretnék egy kis értekezést tartani önöknek. Nekem egy olyan családom van, aki mindenben mögöttem volt, egy aranyos férjem van, Antal, és ami még nagyobb dolog, hogy egy olyan anyósom volt, akire mindig azt mondtam, hogy a világ legjobb anyósa, mert ugye egy művész élet azért az elég, hogy mondjam, nehéz. Tudok itt mondani Farkas Mónikát is, aki szintén édesanyja is, tanít is, és énekel is. Tehát mögöttünk áll a család, és ezért mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Tegnap egy jótékonysági koncertet tartottunk a Semmelweis utcában, és ott is volt egy nagyon kedves doktornő, aki énekel is. Doktor Fehér Eszter, aki elmondta, hogy bizony, ők azért tud szerepelni is, meg helytállni, mint körzeti doktornő, mert ott van mögötte a család, a férj, aki segít neki. Tehát ennyit a családok napjáról, hogy a család nagyon-nagyon fontos. Most pedig, mivel egy kicsikét pihent most már a Valér, megkérem, hogy játsszon valami nagyon szépet nekünk, nehogy aztán kijöjjön a svungból. Nagyon szépen köszönöm, akkor valamivel készültem, és arra gondoltam, hogy mivel itt februárban vagyunk, és a Farsangban, és van egy magyar közmondás, ugye a közmondások azért sokszor egy-két fokozatot kihagynak a realitásból, de azért végül is mégis bölcsek, és azt szokták mondani, hogy január-február, itt a nyár. Úgyhogy egy kicsit a tavaszra emlékeztetném a kedves nézőket és a hallgatókat, és akkor egy norvég zeneszerzőnek, Christian Sindingnek a tavaszi zsongását szeretném akkor eljátszani. Ezzel a felkiáltással, hogy nem sokára jön a tavasz. Így legyen. Köszönöm szépen. Valér,
úgy játszik, mint egy nagyon nagy zenekar lenne. Ezt mi nagyon szeretjük a Valérban. És azt is szeretjük, hogy amikor játszik darabokba, akkor harangoz, és mindenféle gyönyörű effektet beletesz, mint ahogy a most következő dalba is bele fog tenni. Ilnicki, ő egy könnyű zenei zeneszerző, mondjuk úgy, hogy örökzöld zeneszerző. A 30-as években élt, és őneki van egy nagyon-nagyon szép dala, amit most nekünk Pogány Éva fog előadni, és erről a dalról csak annyi jut eszembe, hogy édes jó anyám mindig hallgatta, amikor gyakoroltunk, Évike énekelte, és ezt elneveztük Edit Mama dalnak, mert hogy édesanyámnak nagyon tetszett. Tehát most Pogány Évi fogja énekelni Edit Mama dalát, Van egy világ, mesevilág. Benne zsongott az utójátékban. Jaj, nagyon aranyos. Ha már virágról van szó, édesapámnak is volt egy nagyon kedves dala, de Friss Károly ugyanúgy egy ilyen örökzeneszerző volt, aki sok-sok szép örökzöldet szerzett. Az a címe, hogy Virágos kert az én szívem. Tessék elhinni, az én szívem is virágos kert, hát most elénekelem. Minden virág van egy vallomásban.
Köszönöm szépen, olyan jól esik énekelni, nem tudom, remélem, hogy önök élvezik ott a képernyő előtt, ahogy mi énekelünk, mert mi nagyon élvezünk. Most pedig egy Huszka darabból következik, mégpedig a Gülbabából. Huszka Jenő egy fantasztikus nagy zeneszerzőnk volt, tulajdonképpen elsorolhatnánk, hogy hány nagy operettet írt, amit játszanak is az operaszínházban. Tehát ez a Gülbaba című operettjéből fog énekelni Farkas Tamás. Darumadár, fenn az égen, hazafelé szálltokál. Ismét egy örökzöld következik, mert úgy gondoltam, kedves nézők, hogy mindenkinek a kedvére teszünk. Tehát énekelünk operát, operettet, örökzöldet. Budai Dénesnek van egy nagyon szép dala, úgy hívják, úgy az a címe, hogy Gyere, ülj kedves mellém. Pogány Évike énekel. Mellém, mielőtt még elmennél, hogy még egyszer a szemembe néz. Ezek nem könnyű percek, érzem a szíved reszket, de a válás az mindig nehéz. No csak ne sírj, ez nem méltó búcsúzás, légy okosabb. Mi nem sírunk, ezt nem szabad. Mosolyog, mintha nem fájna, mosolyog még egyszer úgy, mint mikor ott megláttalak. Látod így, és most menj el, ilyen mosolygó szemmel, mindig így fogok gondolni rád.
hagyd a könnyeket másra, rád még szép percek várnak, hát csak menj, kedves, jó éjszakát. Hát ide jutott a mi nagy szerelmünk, ennyi szép év után. A sors ebbe is beleszólt, és nékünk menni kell, bárhogy fáj. Gyere, ülj, kedves, mellé, mielőtt még elmennél, hogy még egyszer a szemembe néz. Ezek nem könnyű percek, érzem a szíved reszket, de a válás az mindig nehéz. No csak ne sírj, ez nem méltó búcsúzás, légy okosabb, mi nem sírunk, ezt nem szabad. Mosolyog, mintha nem fájna, mosolyog még egyszer úgy, mint mikor ott megláttalak. Látod így, és most menj el, ilyen mosolygó szemmel, mindig így fogok gondolni rád. Hagyd a könnyeket másra, rád még szép percek várnak, hát csak menj, kedves, jó éjszakát. Köszönjük szépen, Évi. Tehát most 100 éve született, ugye? 100 éve született volna Besenyei Ferenc. Besenyei Ferenc. És úgy tudom, hogy alapítottak egy Besenyei díjat, és innen is gratulálunk, mert Piros Ildikó és Huszti Péter kapták meg ezt a díjat idén. Gratulálunk neki. Most pedig egy nagy váltás következik. Hoztunk egy olyan kedves művész urat, aki elsősorban táncművész. Ez a foglalkozása táncművész és táncot oktat. Nagy Kuti Zoltán, úgy hívják őt, és majd mindjárt megkérem Fáradj ide a mikrofonhoz, hogy mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy egyrészt miért lettél táncos, másrészt utána miért kezdtél el énekelni. Tiéd a szó. Igen, hát ha most elkezdenék mesélni magamról, ez egy nagyon hosszú műsor lenne, úgyhogy talán egy pár perc azért. Röviden elmondom, hogy igazából már még van idő. Az előbb hallott dal, nem tudtam, hogy ez lesz a program. Az édesanyámnak a kedvenc dala volt, úgyhogy egy kicsit meg is ríkadtatok. Ő volt az oka ennek tulajdonképpen, ő látta bennem, hogy én talán erre a szakmára alkalmas vagyok, úgyhogy Pécsre kerültem, ott végeztem a művészeti iskolába, egy kis kitérő után Debrecenbe visszakerültem a Pécsi Balettba, Herzog István vezetésével egy fantasztikus együttesbe kerültem, és utána úgy hozta a sors, hogy a Madách Színházba, és onnan pedig az éjszakai életbe kerültem, és egy közös ismerősünk, Munkácsi Sándor, aki te is nagyon jól ismersz. Munkácsi Sándor, üdvözöljük. Az Astoria Bárban voltam én annak idején többet magammal egy éjszakai műsorban. Táncos, ugye régen az éjszakai élet, az nem olyan éjszakai élet volt, mint most, hát nagyon színvonalas műsorok voltak. Ha csak úgy vesszük, hogy Cserháti Zsuzsa volt, akkor a Moulin Rouge-nak az énekes, ugye ez mindent elmond. Ő volt az első, aki mondta nekem, hogy nekem énekelgetnem kellene. Mondta, énekelgetnem. És akkor nem értettem, hogy mire gondol, mert mondta, hogy neked nagyon jó kis hangod van, de hát ezt a szakmát, ezt meg kellene tanulni először is. Úgyhogy de ez így is maradt, mert utána külföldre kerültem, és egy kis kitérővel megint hazajöttem, elmentem hozzá énekelgetni, és egy ponton beprotezsált hozzád, és hál' Istennek elfogadtad a jelentkezésemet, és azóta lelkes növendéked vagyok, amit ezúton is nagyon szépen köszönök. Úgyhogy így kerültem én igazából erre az énekes területre, és bár ugye az operáknak a világa és az operetnek a világa ugye a te világod, de valahogy megtűrtél engem is ezzel a rhythm blues és soul énekesi
vénámmal, és... Látod, ezt nem tudtam elmondani, hogy mit fogsz énekelni, de majd te erről is meséljél. El kell mondjam, hogy itt az énektechnikáról volt szó, mikor eljött hozzám, akkor egy bizonyos hangterjedelme volt csak Zoltánnak, és azt mondtuk, hogy ezeket a dalokat, amiket fogsz énekelni, ezeket bizony csak igazi jó technikával lehet elénekelni, tehát jött az ötvöske technika, és megcsináltuk azt, hogy van egy olyan szám, azt hiszem nem tudom melyik, amiben hány darab bét énekelsz? Igen, majd lesz a Hard to Handle, az a Tom Jones-nak az egyik szám, ott Otis Redding-nek a száma, és azt hiszem 12-ig számoltuk. Megszámoltuk, 12 B van benne, tehát gyakorlatilag ahhoz, hogy ezt ő el tudja énekelni, egy komoly operai technikával kell rendelkezzen. Meg kell, hogy mondjam, hogy olyan növendék, akit mindenkinek kívánok, de főképpen magamnak, mert annyira a tánc folytán annyira tudta a testét, annyira érzékelte, mikor én elmeséltem neki, hogy hogy kell csinálni, hogy óráról órára javult. Köszönöm. Tehát boldogan tanítlak, és bizony kell tudni énekelni. Most azt meséld el nekünk, hogy az első szám, amit alapra fogsz, zenekari alapra fogsz énekelni, az miről szól? Igen, ez a Lord Help című dal. Igazából ez egy Jessica May Hemphill nevezetű fekete blues énekes gitáros zeneszerző hölgynek a szerzeménye, 87-ben írta ezt a dalt. Nem igazán volt ez a dal ismert, és mint oly sok dal, amit a Tom Jones a kezébe vett annak idején, ebből is világsláger lett. Ethan Jones, a zenei producerre találta meg ezt a dalt neki. A 2010-es albumán kezdtek el dolgozni, és ugye Tom Jonesnak nagyon széles skála volt, amin ő énekelt, a poptól, a bluesig, a swingig, mindenfélét énekelt, és gondoltak, hogy most mit tudnak még csinálni ez a 39. albumban? Mit lehetne még itt csinálni, ami újdonság? És kitalálták, hogy visszanyúlnak a gyökerekbe, ahonnan ő indult, Wellsből, mert ő gyerekkorában gospelt és blues zenét hallgatott. És megtalálták azokat a dalokat, amit újra hangszereltek, és ismét felrakták az albumra, ebből megpróbálnám elénekelni a Lord Help című dalt. Próbáld. Ha nem zavar benneteket. Ne, sőt, örülünk neki nagyon. Lord help the poor and the needy in this land. Lord help the poor and the needy in this land. When we all rise together, face that rising sun. Lord help the poor and the needy in this land. Lord help the gambling man in this land. Lord help sinner man in this land. When we all rise together, face that rising sun. Oh Lord, help the sinner man in this land. Yeah! Help the motherless children in this land. Lord, help the fatherless children in this land. When we all rise together, face that rising sun. Oh Lord, help the fatherless children in this land. Yeah, yeah. Lord help the born-torn peoples in this world. Lord help the born-torn peoples in this world. When we all rise together, face that rising sun. Oh Lord help the born-torn peoples in this world. Lord help the born-torn peoples, Lord help the born-torn peoples,
Lord help the wanton peoples. 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 Lord help. Lord help. Lord help. Azt hiszem, ezek olyan ász volt, ez még nem volt a B, ez még nem a B, ez még csak ász volt, a sok-sok ász volt, igen. Most pedig a Valér úgy gondolja, hogy szeretne valami nagyon szépet játszani nekünk. Ide írtam, hogy Valér játszik valami szépet. Oda van írva, hogy Valér úgy gondolja, hogy játszik valami szépet. Ide van írva. Igen. Most úgy gondoltam viszont tényleg, hogy... Az előbb ugye a farsangról, meg a vidámságról, meg a tavaszvárásról volt szó, most pedig képzeljük el, hogy egy tavalyi farsangról van szó, ahol megismerkedett egy fiú és egy lány, és ezek most szeretettel gondolnak egymásra, hiszen valahogy elszakította egymástól őket az élet, és erről szól, erről a távol létről és erről a távolból való kedveshez való ragaszkodáshoz szól Glinkának egy pici kis nocturnje, azaz F-moll nocturn. Úgyhogy ezt szeretném most akkor visszatükrözni a hangulatot, egy kis orosz bevezetést. Thank you.
nagyon ábrándos volt, nagyon szép volt. Nagyon gratulálom, köszönjük szépen, Valér. Most pedig nagyon jó, hogy ezt játszottad, mert fogadják szeretettel Hegedűs Ivánt, aki, mindjárt mondom, mit fog énekelni, Csajkovszki Anyegin című operájából fogja Gremin áriáját, Gremin nagyherceg áriáját énekelni. Ugye ez az a Gremin herceg, aki beleszeret Tatjánába, és aki elveszi Tatjánát feleségül, holott Tatjána nem őt szereti, hanem Anyegint. Tehát a sors úgy hozta, hogy mire Anyegin rájön arra, hogy Tatjánát szereti, addigra már a Gremin hercegnek a felesége. Tehát fogadják szeretettel. Így van, igen. is Ivánt. És itt is egy nagy áttűnés van a vége és az eleje között. Igen, mondjad. Itt is pár év eltelik. Eltelik, igen, hát arról elfelejtkeztem, hogy ez Anyegin utazgat mindenfelé, igen. És ez is egy bálon történik, ez a találkozás, és tulajdonképpen ez is a farsangi témánkhoz kapcsolódik. Nagyon helyes. Énekelj. Мраке ночи в небе.
Szuper. Szuper. Köszönjük szépen. Gyönyörű ez a Csajkovszki opera. Eszembe jut, hogy a YouTube-ra feltettem Házi Erzsébetnek egy gyönyörű felvételét, Tattyán a levelét énekli. Ha van módjuk, akkor tekintsék meg, csodálatos. Ő egy olyan Tattyána volt, hogy még a mai napig is őt emlegetik, mint az igazi nagy Tattyánát. Utána is jöttek, nagyon gyönyörűek, de az igazi Tattyána Házi Erzsébet volt annak idején. Most pedig magyar vizekre elvezünk, mégpedig Farkas Mónika következik, aki elénekli nekünk Sándor Jenő Álmodó Tiszapart című nagyon gyönyörű dalát. Fogadják szeretettel! Szépen köszönjük, Mónika, viszont én nekem a kezemben van egy papír, mégpedig egy ilyen meghívó papír, ami egy jubileumi műsorra szól. Gyere vissza egy kicsit a mikrofonhoz, és mesélj nekünk erről. Igen, 50 éve a zenei pályán édesapám Farkas József, és most 2019. március 23-án 14 óraig kezdett el, a 15. kerületi Hubay Jenő Zeneiskolába lesz egy nagyon fantasztikus koncert. Közreműködnek? Igen, közreműködnek. Hát többek között Ötvös Csilla. Maradj is meg, igen. Dévai Nagy Kamilla, Bokor János, Szeredi Krisztina, ki ne hagyjak valakit. Nógrádi Tóth István.
Kolostyák Gyula, és Jó magam. És Jó magad. És igen. Még a kisfiad is. És még a kisfiam is szerepelni fog a nagyapja koncertjén. Kedves nézőket igen. Hívjuk, jöjjenek, és tapsoljanak édesapjának, aki bizony-bizony evel a Hakma együttessel, ugye, Hálózat a Kultúráért Egyesülettel, mindent megtesz a magyar dal, a magyar nóta fenntartásáért. Mindenkit várunk szeretettel. Köszönöm. Most pedig ismét egy gyönyörű, nagy, de el nem tudom mondani, mi következik, de ide jön rögtön Zoltán, elmondja, sőt, el is mond róla egy-két dolgot, mert ugye hát ezeket a darabokat általában angolul énekelik, tehát aki esetleg nem értené, mondasz róla valamit. Címet, tartalmat. Igen, gondoltam, hogy hozok egy olyan dalt is, hogy ne legyek ekkora nagy kakukktojás itt a sok gyönyörű opera és operett közt. Ez egy latin stílusú dal lesz. Egyben kiváló alkalom az Ivánnak és a Tamásnak is, hogy a hölgyeket felkérjék egy kis táncra. Én szerintem meg is fogják tenni. Kicsit kötődik a dal ismét Tom Joneshoz, mert ő mint szövegíró ebben közreműködött. És a BBC-n szaladt először ezek a táncos műsorok, amiket szoktak látni. Régebben volt a Magyar Televíziónak néhány csatornáján, RTL Klub vagy egyéb csatornákon futottak ilyen táncos műsorokkal. Egy nagyon híres embert körbe táncolt egy profi táncos, és akkor ebből volt egy verseny. Úgyhogy erre az alkalomra írták ezt a dalt, a nyitószámot, ez volt a nyitószám, amivel elindultak ezek a műsorok, és ebből is, hogy nem, világsráger lett. Úgyhogy elhoztam most ezt a dalt nektek, kicsit puhább dallamok, úgyhogy... És mi nem remélem. Fogunk táncolni körületet, ha nem haragszol. De itt a hatalmas a hely a stúdióban, hát itt tudtok azért. A dal pedig arról szól, hogy If he should ever leave you, igen, ez egy szerelmes dal egy lányhoz, aki gyönyörű, és nem veszi észre a barátja, hogy ő milyen gyönyörű, pedig észre kellene vennie neki ezt, és ha más nem veszi észre, akkor majd az észreveszi, aki énekeli a dalt. Tessék, énekelj nekünk akkor. Your captivating eyes, the clever way they smile, stops him in his tracks. And at your pretty face, you keep him in his place. He'll do anything you ask. Broken the mold, more precious than gold. When you're standing there, the world disappears. It would be a crime to ever let you go. He should be inclined to keep you very close. No one else compares, you're cut above the rest. He'd be such a fool if he should ever leave you. Be careful what you do, he's so in love with you. You might tear him apart. To watch the way you move, it's obvious that you were made for breaking hearts. The pout of your lips, those soft fingertips, the curve of your waist, you're perfectly made. It would be a crime to ever let you go. He should be inclined to keep you very close. No one else confess, you're cut above the rest. He'd be such a fool if he should ever leave you. Above the rest, he'd be such a fool
if he should ever, it would be a crime to ever let you go. He should be inclined to keep you very close. Nobody else compares, you're cut above the rest. He'd be such a fool if he should ever leave you. Your captivating eyes, the subtle way you smile, sets him in a spin. The subtle way you smile. Én már majdnem beleírtam magam a táncba. Most pedig Budai Dénesnek van egy nagyszerű száma. Az a címe, hogy Drágám, néha téved az ember. Én is szoktam, önök is szoktak. Évike nem fog tévedni, ő énekelni fog. Tetszettek hallani, ott voltak a madarak is benne a kíséretben, és ezt nagyon szeretjük. Most pedig Kálmán Marica grófnőjéből fog énekelni, nekünk Farkas Mónika, Ringó Válu Csengeri Violában. Thank you.
tetszett nekem, hogy én is énekelek valamit. Olyan jól mulattunk itt a Mónikával. Milöker Dübári belépőjék fogadják szeretettel. Vagyok hatva tőle lelkesedéstől. Köszönöm szépen. Mindjárt meg kell néznem, hogy ki következik. Jaj, egy gyönyörű Erkel. Erkel bánkbányából fogjuk most hallani a bordalt Hegedűs Iván előadásában. Ám legyen. De keserű lesz. Hát. Volt a pusztalék, marad mi volt.
szép, s lassanként felderül az élet hossza kép. Gondolj merészet és nagyot, és tedd rá életedet, nincs veszve bármi sors alatt, ki el nem csüggedett. Gondold meg és vigyázz, örökké a világ sem áll, de amíg áll és amíg él, rott vagy javít, de nem hegyél. Pedig ismét a nagy váltás következik, és Zoltán fog nekünk elmesélni valamit arról a szép dalról, amit el fog nekünk énekelni. Ezek lesznek a bék, ugye? Te számoltad meg, talán 11. Ja, ebben lesz a rengeteg, igen, sok szép, magas B hang lesz benne. Megpróbáljuk, de ennek ellenére ez egy 1967-es dal. Otis Redding írta, egy amerikai fekete blues gitáros zeneszerző és énekes, és ez is köthető Tom Joneshoz, mert a Live in Las Vegas című albumán hallható ez a dal, úgyhogy nekem ez nagyon megtetszett, ha megengeditek, akkor ezt énekelni és most. És mit énekelsz, miről énekel? Szintén szerelemről szól. Szerelemről szól, a lányok iránt érzett szerelemről, csak egy kicsit amerikai slang stílusban. Halljuk. Próbálom. I am, I'm a man that's on the sea. I can give you what you want, but you got to go home with me. I got some good old loving and I got some in store. When I got through boning on you, you got to come back for more. Boys make on a dime by a dozen. There is nothing but a drugstore loving. Pretty little thing, let me like your candle, cause mama, I'm so hard to handle. Now, yes, I am. Action speaks loud and the words, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I gotta prove every word I say. I can make that kind of love for Pete's sake, I gotta please you every day. Boys make up a dime by a dozen, there is nothing but a drugstore lover. Little, little thing, let me like your candle, cause mama, I'm so hard to handle, now, yes I am. Oh, baby, here I am, I'm a man that's on the scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I got some good old loving and I got some in store. When I got through pawning on you, you got to come back for more. Boys become a dime by a dozen. There is nothing but a drugstore lover. Pretty little thing, let me like your candle, cause mama, I'm so hard to handle. Now, yes, I am. Woo! Give it to me. I got to have it. Good old love it. Cause I'm a big old man of mama, and I'm so hard to handle. Yeah, yeah! All right! Woo-hoo! Hey! Régen azt mondta, ennek a vége után már nem tudott énekelni. Most még fog nekünk énekelni egy számot, ezek után is. Közeleg a farsang, vagy talán már benne is vagyunk a farsangban, ezért most egy szép bordal következik, de ez most nem keserű lesz. Ez egy Windsori Vignőkből, Nikolaj operájából, énekli Hegedűs Iván a bordalt.
Még csak pezsgőt sem hoztuk. Most pedig egy nagyon szép duett következik, az a ritka duettek egyike, ahol két hölgy énekel. Dőli Blackmélyában van a virágduett. Ezt a virágduettet ugye franciául szokták énekelni, de mi Sütöri Ágival megkerestük a magyar szövegét, és ezt magyarul fogjuk előadni önöknek. Oh, my dear,
Köszönöm. Hát, kedves közönségünk, kedves nézőink, mindennek egyszer vége lesz. Mi is befejezzük lassan a műsorunkat, de még előtte szeretném elmondani, hogy szerdán este 8 órától ugyancsak megnézhetik élőben, és egy pár nap vagy pár héttel később a YouTube-on is megláthatnak bennünket, és reméljük, hogy nem sokára találkozunk majd még itt a képernyő előtt. Tehát közeleg a farsang, és ebből az alkalomból mivel is zárhatnánk a műsorunkat, mint Verdi traviátájából a Pezsgő duettel. Pezsgőt azt ismételten sajnos nem hoztunk, de viszont megkérem a Farkas Tamást, és akkor elénekeljük önöknek. Elbúcsúzva, nagyon nagy szeretettel köszönjük a figyelmüket. Oh.